Sütőtök evés a Sóstói Zöldtanyán. A Tolnai utcai óvoda óvisai látogattak el szerda délelőtt a Sóstói Zöldtanyára, hogy megismerkedjenek a téli természettel és az egészséges életmódról tanuljanak. Mint az erdei iskola vezetője Márta Nedit mondja, a lehetőség egész évben nyit bárkinek hasonló programra. Az előzetes bejelentkezést követően szívesen látja a csoportokat. Mint mondja, ha az egészséges életmódra és a természet szeretetére nevelést egészen kicsikorban kezdik meg a gyerekeknél, életre szóló élményt szerezhetnek a kicsik. Ha most elindítunk a gyerekeknek egy olyan gondolkodást, hogy ez egészséges, ez jó. Szerintem erre még fognak emlékezni, hogy kijöttek a sorstóra kirándulni, és ez miről szólt. Tehát ez biztos, hogy maradandó nyomot ad. Huszár virág is az ovisok között volt. Mint mondta, nagyon sok újdonságot tanult a délelőtt során. Ivott csipkabogyó teát és evett sütőtököt is. Mesékből már ismerte a borzokat, most a sóstói zöldanyán személyesen is találkozhatott velük. Megnéztük a borzvárat, meg megismerkedtünk a természettel, áttünk sülteket. A sóstói zöldtanya egyébként az utóbbi években rohamos fejlődésnek indult, jelenleg is folynak a területen a munkálatok. Az ide látogatóknak a jövőben vizes blokk és szabadtéri sütő is rendelkezésére áll majd.